Köszöntöm kedves megjelent vendégeket, akik nézőnek jöttek el, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégeimet. A műfordítókról, műfordításról lesz szó, és egy kicsit bevezetem, hogy miért is ezt a témát választottuk, és aztán bemutatom kedves vendégeinket is. Bevallom őszintén, hogy egy ismeretterjesztő film indított el ezen, hogy miért is érdekes a műfordítás szerepe, vagy a műfordítók személyisége, műfordítók tevékenysége. Talán a Spektrumon láttam, hogy az arab birodalom virágkora idején, a 9. században az abbaszida kalifátus, a bagdadi kalifa elrendelte, hogy a világ könyvtermését le kell fordítani arabra, mert hogy műfordítás által megszerzik a tudást, koncentrálják a tudást, és ez egy világbirodalmi törekvésbe belefér. És tudjuk, hogy a fénykorát élte ez az arab kultúra a 9.-től a 13. századig. És ugyanúgy, amikor hanyatlani kezdett ez a birodalom, akkor a toledói központban a szerzetesek özönlöttek, hogy az arabul megszerzett tudást lefordítsák latinra. Tehát, hogy a műfordítóknak mennyire fontos szerepük van a tudás koncentrálásában egyrészt. És akkor most a szép irodalomra visszatérve, a hazai szép irodalmi könyvtermés 90%-a műfordítóktól származik. Ez adja majd a következő kérdést, hogy mit fordít a műfordító, de előbb bemutatom kedves vendégeinket. Végil Berth Editet, a Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi karának, a modern irodalomtörténet és irodalomelméleti tanszék docensét, Editet, Cserna Gyuri műfordítót, Andrássy Csongor programozót, aki programozó, de szanszkritból szokott fordítani, azért is a meghívott vendégeink között van. Megkérdezem akkor a vendégeinket, mit fordít a műfordító, amihez kedve van, amivel megbízzák, amin megakad a szeme. Kit kérdezzek először? Gyurit, mint műfordítót, hivatalosan talán. Szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket. Rögtön akkor közvetlenül a kérdésre válaszolok, hogy ha szerencsés a műfordító, akkor azt fordítja, amit szeretne. Ha meg nem szerencsés, ami szintén persze szerencsésen sülhet el, és ez az eseteknek a nagyobbik része, hogy a kiadó mondja meg, hogy mit szeretne fordítani. Ez az én tapasztalatom, most már 23 éve fordítok, és inkább ez a helyzet, de azért nekem is voltak szerencsére olyan dolgok, amit én magam választottam. Gyuri, ez azért érdekes, most egy kicsit visszakérdezek, mert ahogy nézem a te fordított műveidet, nagyon sok Robin Cook, tehát sci-fi, szép irodalom, Schwarzenegger könyveket fordítasz. Ez a te érdeklődési köred, vagy ezen megbíztak, vagy ez az, amihez kedved volt? Igen, általában az a helyzet, hogy szerintem a fordítóknak egy jó közvetlen munkakapcsolata van a könyvkiadóval, és szinte baráti kapcsolatot ápol a szerkesztőséggel, és így lehetősége van kérni. Tehát általában a polcon vannak a fordításra váró könyvek. Amikor még bent a szerkesztőségben dolgoztam, akkor pedig próbáltam úgy irányítani a kiadónak a programját, hogy olyan könyvek is bekerüljenek a választékba, ami az én érdeklődésemet is lefedi. Edith? Jó estét kívánok! Az én esetem atipikus, és én vagyok az a szerencsés kivétel, aki azt fordított, amiben beleszeretett, csak nem tudom, hogy ennek van-e tanulsága. A Pécsi Bölcsészkaron a magyar szakon vezetek műfordító műhelyeket is, és ott is ez szóba szokott kerülni, hogy vajon ha rátalálunk valakire, akkor mennyi esély van arra, hogy ezt le is fordíthassuk, és találunk egy kiadót, amely kiadja. Inkább negatív példáim vannak, tehát van azért olyan amerikanista kolléganőm, aki kiváló indián, mexikói, amerikai prózára bukkant rá, és a hallgatóival fordítgatta is. Egy az enyémhez hasonló fordító műhelyben, de
hiába voltak jó színvonalúak a kis fordítások, részletek, meg hiába írt jó lektori ajánlást, nem talált olyan magyar folyóiratot, amely közölte volna, vagy kiadót. Tehát nem biztos, hogyha rá is találunk valamire, ismerjén azt a nyelvet és kultúrát, módunkban áll majd valahol ezt megjelentetni. Tehát én, mivel nem vagyok hivatásos műfordító, hanem csak egy irodalmár, és az orosz nyelvet ismerve életem egy pontján, tizenvalahány évvel ezelőtt rábukkantam egy akkor még ismeretlen nevű orosz írónő műveire, akit a világ már kezdett megismerni, de Magyarországon még nem hallottak róla. Hát Ludmila Ulickájára. Elolvastam egy kis regényét. Már a Szonyecskát? Igen, már a második mondatnál tudtam, hogy én valószínűleg ezért tanultam meg oroszul, hogy találkozzam ezzel a művel, ezzel a hanggal. Lefordítottam, találtam kiadót, és aztán még más műveit is fordíthattam. Tehát innen kezdve ez egy ilyen hamupipőke történet, hogy a kis vidéki ruszista irodalmár egy nem annyira frekventált orosz tanszéken valamire rátalál, ami két év múlva már Magyarországon, tehát akkor át fog szólni, ugye, tehát Ulickája azóta kiderült, hogy a Magyarországon legjobban ismert külföldi szerző, és valahogy így, mármint kortárs, és így indult, és ezt valahogyan én így elkaptam, valamiféle áramlatba belekerültem. Hát természetesen, ha én nem vagyok, őt akkor is fordítják. Biztos vagyok benne, hogy 3/4 év múlva már ő megjelenik valamelyik kollégám fordításában. De hát akkor nem ennek a kiadónak hoz szerencsét, mint én a magvetőnek, hanem... Tehát másképp alakul ugye a sztori. De ebből tényleg nem tudom, hogy van-e bármi tanulság, mert ez akkor... Tehát valamire ráéreztem, ami benne volt a levegőben. De szegény amerikai indiánok, meg mexikói ott lakók érdekes prózája iránt viszont nem mutatkozott. Hogy ez egy ilyen kicsit tanulság nélküli történet. Válaszolj Csongor te is a kérdésemre, és akkor erre még visszatérek egy kicsit, mert van ehhez hozzákérésem. Jó, hát az én válaszom az azért rövid, mert hogy úri passzióban csinálom azt, amit csinálok. Amikor kapok egy megbízást, akkor van ilyen típusú feladat, de egyébként pedig természetesen azt fordítom, ami nekem eszembe jut, ami megtetszik, amit nem tudok letenni. Így van, szanszkritból fordítasz, igen, ezt eláruljuk, igen. Edith, hadd kérdezzek vissza, és Gyuritól is kérdezem, talán a Csongorhoz nem szól ez a kérdés, hogy azt olvastam egy Göncz Árpád interjúba, hogy a műfordító szerzőt fordít, nem művet, szerzőt, mit gondoltok erről? Edith, azért kérdezem, mert Ulickát tudom, hogy a szíve csücske, hogy mást is ugyanilyen szívesen fordítanál, vagy ez egy különleges szerelem neked? Hát, itt mögöttünk Saramago műveiről készült, magyar fordításairól készült kis plakátok vannak a borítólóról. Hát Saramago legalább annyira szívem csücske, mint Ulickája, tehát azért én tiltakozni szoktam az ellen, a címkézés ellen, hogy Ulickája rajongó vagyok, bár valószínűleg nem tudom magamról lemosni, mert én azért jó néhány kritikai cikket, meg tanulmányt is írtam róla, elemzést, és nem biztos, hogy nagyon örülne, vagy hogy az Ulickája rajongók nagyon örülnének, hogyha ezeket mind végigolvasnák, mert meglehetősen szigorúan kritizálom bizonyos elsietett művei miatt. A lektűrhangot is meg szoktam állapítani, vagy egy lektűr rétege a munkásságának. Tehát én azért kritikusként és irodalomtörténészként is viszonyulok hozzá.
Tehát azért, igen, beleszerettem a hangjába, de azóta... A hangjába, meg a stílusába. Igen, de azóta azért kívülről is, tehát az eredeti szakmám szerint is viszonyulok hozzá. Az is összekötik különben Sarah Maguval, hogy mindkettőjüknek van egy saját hangjuk, de mégis minden művük eléggé más, és mindkettőjük azért áll közel hozzá, mert meg tudnak újulni, tehát egészen más a Mida, meg a Kukocki esetei, Ulickájánál és a Szonyácska, ezt a három művét fordítottam én. Úgyhogy igen, szerzőt, tehát nem egyetlen művet, hanem amikor tovább olvastam az életművet, akkor fogva tartott továbbra is a hasonló, ráismerhető, de mégis megújuló hangvétel és tematika. Meg a stílus, uh-huh. amit könnyen te visszaadsz, mert kiváló stílusú, tehát Médát nagyon jó olvasni, Szonyecskát is, tehát nagyon jól ráéreztél a stílusra, azt hiszem. Kérdezzük meg a Gyurit is. Úgy gondolom, hogy amikor az ember fordítja a művet, akkor óvatatlanul is megismerkedik a szerző személyiségével, és a legtöbbször meg is szereti, de nekem már volt többször is. A műveink keresztül? A műveink keresztül, igen, és akkor már magát a szerzőt szeretett fordítani, nem a művet, de volt már több olyan mű, amit fordítottam, hogy idegesített a szerző, tehát egy művel feladat volt, és megbízás, meg kellett csinálni, de megmondom, hogy szerintem nem szerettem meg. Úgyhogy ha lehet, próbáltam volna kikerülni, de nem mindig sikerült. Mert a kiadók, nem tudom, hogy Edith, hogy vagy ezzel, szeretik ugyanazt a művet, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, ugyanazzal a fordítóval fordítatni. És ez jó esetben, ha szereted a szerzőt, ez nagyon jó, örülsz neki, de hogyha nem szereted, akkor próbálnál kitérni fel a terület, de nem nagyon lehet. És mi van olyankor, tehát ismeritek-e személyesen a fordított szerzőt? Ismeritek-e? Ez hozzád nem szól. Ifjabb szerzővel még akár majdnem úgy találkozhattam is volna. Tudnélik szanszkrit nyelvű szövegek a mai napig is keletkeznek. Tehát a sok ezer évvel ezelőttől. Abban az értelemben nem élő nyelv, hogy anyanyelve volna valakinek. Nem úgy születik, hogy ez az első tanult nyelve. De ahogyan itt Európában 100 évvel ezelőtt a latin a műveltségnek a nyelve volt, ugyanúgy Indiában a szanszkrit ma is a műveltségnek a nyelve, sokan beszélnek még szanszkritul is, az egyik hivatalos nyelve Indiának, és természetesen szakmális igényű szövegek, azok ma is születnek szanszkrit nyelven. Úgyhogy így aztán a paletta széles a sok ezer évestől a szinte mai. Igen, akár találkoztattál is volna szerzőt. Gyuri, te találkoztál az általad fordított művek szerzőjével valamelyikkel? Igen, többet is. Olyan szerencsés vagyok, hogy én könyvkiadón belül is dolgoztam, tehát ezért tudtam találkozni a szerzőkkel. És, hol? Külföldön? Magyarországon? Magyarországon is, meg külföldön is, igen. Kivel? A Robin Cookkal találkoztam Magyarországon, Jack Higgins-szel. Jack Higgins már a legtöbb szerző, bár Robin Cook is, de talán a minőségi vonulathoz tartozik, illetve Martina Cole nevű angol legtöbb szerzővel ugyancsak találkoztam. Változtatott a véleményeden az általa olvasott műveken, ahogy te elképzelted, és mikor megismerted személyesen? Nem. Nagyon kellemes élmény volt mindig, úgyhogy teljesen ilyennek képzeltem őket, illetve Jack Higgins már elég, mivel nem fiatal, már elég komikus figura lett belőle, de nagyon aranyos, ő már így azonosul a regényen szereplőjével egy kicsit. Néha akcióhősnek képzeli magát 80 éves korában, megívott egy pálinkát és majdnem belehalt szegény. De mondta, hogy az ő szereplője ezt simán, mint a vizet úgy itta volna. Edith? Igen. Találkoztam vele személyesen, először e-maileztünk. Amikor megtudta, hogy én fordítom a műveit, akkor üzent mindig magyar küldöttségekkel, akik éppként jártak Moszkvában ilyen kulturális küldöttségekkel, hogy
lépjen már kapcsolatba vele a fordító, mert ő szeret a fordítóval kommunikálni, hogyha van valami félreértés, akkor azt ő majd elsimítja. Én nem könnyen vettem rá magam erre. Azért ugye el tudják képzelni, hogy ez egy ilyen nehéz helyzet. Először is arra gondoltam, hogy ez olyan igazságtalan, hogy én egy élő szerzőt fordítok, és akkor előnyben vagyok azokkal szemben, akik nem tudják megkérdezni a szerzőt. Másrészt irodalmárként azt is biztosan tudják, hogy ez most nem a szerzőközpontú irodalom tudománykor, amiben élünk, hanem befogadó központú. Tehát én nem gondolom, hogy a szerzője az utolsó szó a saját műve értésében, és hát ne tekintsenek nagyképűnek, de azért el kell, hogy mondjam, hogy amikor már nem az első unszolás, hanem ugye a harmadik elért hozzám, hogy küldjek már, mindig elküldte az e-mail címét, hogy küldjek már neki egy e-mailt, hogy mit nem értek, és akkor pár dolgot megkérdeztem, a nagyobbik részére azt mondta, hogy ő sem tudja. Tehát ez nem azt jelenti, hogy azt a szót nem tudja, mert nem lexikális problémák vannak általában ilyenkor, tehát egy olyan fajta lexika, amely például az átírás során megváltozik. Szerintem a nem latin betűs ABC-ből fordító szerzőknek kéne valami pótdíjat adni, nem szerzőknek, hanem fordítóknak. Tehát Ulickaja átírta természetesen, ahogyan minden orosz író, átírja azokat a szavakat, földrajzi neveket, tulajdonneveket cirill betűs oroszra, fonetikusan, így járnak el az oroszok, hogy tehát fonetikusan, ahogyan ők hallják, a francia, angol, német szavakat átírják cirillre, fonetikusan. És amikor megkérdeztem, hogy ki is ez, vagy hogy is kell írni ezt az olasz vezeték nevet, akkor már ő sem emlékezett, mert ő is cirill betűvel látta valahol. Tehát ilyen egyszerű fordítói problémáim voltak, amik mégsem voltak olyan egyszerűek, mert nem tudott ő sem válaszolni rá, hogy hogyan is kellene ezt helyesen olaszul írni. És hogyha egy híres emberről van szó, akkor ugye pillanatok alatt ezt kiadja a Google, bár amikor elkezdtem fordítani, még nem volt Google, tehát akkor sokkal nehezebb volt. Biztos kérdezted volna időközben, hogy ha amit 20 éve vagy 15 éve fordítottunk, illetve tegnap, mi a különbség? Hát egyszerűen az, hogy az internet már annyi mindent a segítségünkre ad, szolgáltat nekünk, kiszolgál bennünket, most már nem kell kivenni mindenféle anatómiai könyveket az orvosi szakkönyvtárból, orosz, latin, magyar nyelven, hogy is, ugye reáliákról van szó, az is gond, hogy akkor hogy is kell lefordítani, vagy melyik az a madár, vagy milyen növény ez, vagy milyen betegség, ugye Ulickaja tele van mindenfélével, tehát nagyon multikulturális, meg mindenféle életterületről hoz példákat, botanika és egyebek. Tehát elég nehéz volt akkor még fordítani, és hát ő például nem tudta, hogy egy ismeretlen olasz családnév az akkor olaszul hogyan is néz ki. Úgyhogy én elkezdtem vele e-mailezni, aztán másról is egy kicsit beszélgettünk még e-mailben, és amikor Moszkvába jártam egy ösztöndíjjal, akkor meghívott a lakásába, és akkor ott voltam Ulickájánál. Aztán itt Magyarországon is többször találkoztunk, és Pécsett is volt vele egy beszélgetésem, tehát így valamennyire közel kerültünk, és ez nem volt annyira egyszerű. Most már csak egy mondatot erről, mert túl sokat beszélek, hogy én úgy éreztem, hogy én szinte kívülről tudom a műveit, amiket én fordítottam. Hát egy műfordító körülbelül négyszer olvassa át fordítás során egy regényt, négyszer fordítja újra, ellenőriz mindent. És olyan furcsa volt, hogy egy gondolatvilágot így belülről ismerni, és hogy jobban emlékezni egy kicsit rá, mint ő most. Ugye ő azon agyal, ami most dolgozik, én meg egy ilyen 20 évvel ezelőtt megírt munkájáról tudnék neki valamiféle, nem is elemzést adni, hanem egy ilyen szenvedélyes értelmezést, és nem biztos, hogy erre szükség van. Tehát egy ilyen nagyon fura élmény volt, hogy
egy kicsit előkerült az irodalmár énem, hogy szerző nélkül érdemes beszélgetni a művekről, és én mit kezdjek a biográfiai szerzővel, aki ott van. De azért úgy megtaláltuk a hangot, mert kérdezgetett mindenféléről, Eszterházyról, meg magyar politikáról, és akkor így, tehát úgy azért megtaláltuk azt, amiről jól esik beszélgetni, mert a műveiről talán nem, az túl intim lett volna. Igen, igen, egész más a gondolata, amit leír, és amit közel. Hadd kérdezzem meg, ha már így előjött, előhoztad kicsit ezt a fordítás technikát, hogy mi a fordítás technikája, hogyan álltok neki egy fordításnak? Kezdve azt, hogy mondjuk kiválasztod. Kezdve onnan, hogy kiválasztod. Gyuri, hadd kérdezzem meg. Hát a hátlapszöveg természetesen sokat segít elsőre, aztán utána, vagy fülszöveg. Hát, tehát megakad a szemed a művön. Igen. Persze manapság a borító is sokat mondó lehet, bár az inkább az adást próbál segíteni, és igyekszik megfogni a vásárlókat. Mindenesetre hát persze beleolvas az ember, meglapozgat, és hát az lenne az ideális, ha van ideje az embernek, hogy hosszabb részeket elolvas belőle, de mondom, én egy olyan kiadóban dolgoztam, meg a legtöbbet velük dolgoztam együtt, aki eléggé kereskedelmi szemléletű, úgyhogy elsősorban az eladhatóság is. Az Alexandra kiadónál dolgoztam sokáig, és épp ezért, tehát majdnem ez az eszi nem kap mást volt, tehát egy kicsit diktatórikusan ment ez a dolog, de szóval maga a technikai kérdése visszatérve, szerintem én egy kicsit egyedi technikával fordítok, mert én diktálom a szöveget azonnal, és utána az elektronikus fájlokat tovább küldöm egy gépirónőnek, aki visszaküldi nekem időnként, és a második olvasatnál az nálam úgy néz ki, hogy mint egy idegen szöveget kaptam volna, tehát ez egy nagy segítség ebből a szempontból, mert ahogy a szerző elfelejti a művét, én elfelejtem a fordításomat, mire oda kerül másodszor, egy idegen szövegként kezelem, és kritikusabb tudok lenni vele. Hát nem, inkább jobban szembe jönnek a hibáim, úgyhogy... Rosszul gépelsz, vagy miért ez a technikát? Nem. Hanem ez régről elrendez az egész dolog, mert régen, amit az Edith említett, abban az időben, amikor ki kellett venni egy csomó könyvet, akkor körbebástyázta magát az ember többféle szótárral, szakszótárral, szakkönyvekkel, és nagyon bonyolult volt az, hogy közben írni, de közben kezdett lefoglalja azt, nézni a képernyőt, a könyvet, tehát így túlságosan sok figyelmet elvett, ezt leszerettem volna egyszerűsíteni ezt a folyamatot, és akkor legalább akkor így a kezem felszabadul, hogyha rajtam van egy felhallgató mikrofonnal, és abba diktálok, akkor a két kezem az szabad, tehát tudtam vele manipulálni, mahinálni, és hát most ez ugyanígy van, csak éppen az interneten böngészek vele, nem pedig könyveket lapozgatok, és akkor egy nagyon megbízható és nagyon gyors gépirónőm van, és neki akkor küldöm az anyagokat, és ő megküldi vissza. És akkor visszakapod, visszakapom, átolvasom, kijavítom, de utána még jön egy harmadik olvasás nálam, amikor menet közben, hogy olvasom, általában bejelölöm azokat a dolgokat, ami még bizonytalan, aminek még utána kell menni, ha esetleg élő szerző lenne, vagy az eredeti kiadóval levelezni, vagy rákérdezni egy-két dologra, és akkor azokat hagyom a legvégére, és akkor még egyszer egy utolsó olvasás van még. Mennyi idő alatt készül el egy műfordítás ívben? Beszéljünk, hogyan kell leadni, mert ha ívről beszélünk, akkor 60 oldal egy ív, mondjuk jól mondom? Nem. Nem? Nem, elvileg 16 oldal egy ív. Ja, aha, 16 oldal, akkor... De aztán van nyomdai ív, meg szerzői ív, meg mindenféle, de igen, a 40 ezer de milyen gyorsan fordítasz le egy kis regényt? Hát mondjuk én egy hónap alatt szoktam általában olyan 300 oldalakat fordítani, de ehhez kell egy kis motiváció, ami nem más, mint a határidő. Jó, válaszoljál Edith te is, és akkor megkérdezem. Egy mást fogok megkérdezni. Kérdez, igen. Tehát 10 oldal egy nap, ugye? Igen, de akkor ebben minden benne van. De volt olyan már, hogy egy de nap akkor alatt... csak fordítasz. Igen, aha. Igen, de diktálva volt már, hogy 50 oldalt is egy nap, de az már ilyen rekord a könyvébe igen, írott. A Gyuri a rekorder. Igen, Edith. Ugye el tudják képzelni, hogy az ember mást is csinál, akkor... Hát az egy elég érdekes helyzet, hogy családja van, gyereket nevel, házi munkát végez, tanít, óráira készül és fordít. Tehát nekem azért volt olyan 2,5 év az életemben, amikor ezt mind csináltam. És ráadásul pici volt még az egyik gyerekem, nem nagyon pici, de kicsi.
És ez egy olyan euforikus három év volt különben. Melyik regényről beszélünk? Hát a Média és gyermekeiről, meg a Kukocki eseteiről, tehát ezt a kettőt egymás után fordítottam. És hát ez egy olyan érzelmi túlcsordultság, amikor olyasmit fordítunk, ugye Csongor, ami ugye a szívünkből jön, tehát te is azt fordítod, amit választasz, meg ezt is hát én választottam, mert én találtam rá. És mi is volt itt a kérdés, amire, ez a 10 oldal, igen, igen, tehát amikor meg tudtam azt csinálni, hogy más nem kell aznap, mással nem kell foglalkoznom, akkor 10 oldal úgy, hogy ezt a 10 oldalt többször átnézem, és akkor a nap végére az a 10 oldal nagyjából rendben van. Hát egyébként pedig így az éjszakából elcsípi az ember, és már azt sem tudja, hogy most hol van, vagy hol létezik, meg nem jó olyankor feltenni valamit főni a konyhában, mert biztos, hogy nem jut eszembe, hogy vissza kéne menni fél óra múlva, tehát veszélyes egyeztetni bizonyos szerepeket. Csongor? Talán egészen másképpen működik a dolog. A szövegek természetes más. Úgyhogy amiből én ilyenkor felértezem magam, azok az elérhető kommentárok. Ezek kommentárok, ez jellemzően szakrális szövegek, és mindegyikhez többfajta különböző szerzőtől, különböző felfogású szerzőtől való kommentár írtak aztán, egy terjedelmes kommentár irodalma van ezeknek a szövegeknek. Úgyhogy az első feladat a kommentároknak a felkutatása. Szanszkritul, angolul. Ahogy éppen elérhető. Tudnék ajánlani nagyszerű könyvtárakat, ahol szanszkrit nyelvű az interneten, ahol szanszkrit nyelvű kommentárokat lehet találni. És akkor, amikor az ember olvassa a szöveget, akkor szépen alaposan végignézi azt, hogy és akkor mások hogyan gondolkodtak erről, milyen fajta társításokat, milyen fajta összefüggéseket emelnek ki esetleg más szövegrészekkel. Úgyhogy ez nem egy ilyen gyors munka, lassú, de szép. András, akkor, vagy Csongor, te nem biztos, hogy megélnél ebből a szanszkrit fordításból, ha csak nem nagyon jól fizet egy fordító. Nem merült, hogy ebből kellene megéljek. Gyuri, megél egy műfordító manapság? Műfordításból? Műfordításból nem biztos. Szakfordításból inkább abból meg lehet, de az a szerencsés eset, hogyha mind a kettőt tudja csinálni egymás mellett. Melyik a könnyebb? Szakfordítás, disziplinák, vagy pedig az érzelmi töltet, vagy pedig visszaadni egy érzést? Vagy a műfordítás, igen. Sokkal, most azt nem tudom, hogy könnyebb, de sokkal jobb természetesen. Élvezetesebb, hogy ne, de a szakfordítást egyébként jobban megfizetik. Eszembe jutott az első ebből kérdésed. Akármennyire létezik az internet, és rengeteget köszönhetünk neki, és én is a fordítók, 5 ablaknyifa van legalább természetesen a képernyőn. És ennek ellenére én úgy kezdek el fordítani, hogy ceruzával fölírom a nyomtatott változatba természetesen. A könyvben meg is vannak ezek az eredeti példányaim, tehát fölé írom azoknak a szavaknak a magyar jelentését, amiket nem tudtam, vagy nem voltam biztos benne. Úgyhogy ott van a sok kis grafitos magyar szó, még ezeknek az eredeti könyveknek az oldalain. Úgyhogy én ilyen egyszerűen kezdem, nincs titkánom, mint neked, úgyhogy nem tudom senkinek diktafonban mondani. És aztán ezek így lassan ritkulnak, és én is azokat, amiket nem tudok kideríteni, valamilyen reália, hát nagyokat lehet bukni azon, hogy mi nem tudjuk, ez valamilyen slágernek az első sora, és akkor valahogy egészen másképp értelmezzük. Tehát ezért az nagy előny, hogyha valaki azon a nyelvterületen tölt időt, vagy éppen kint van, mert akkor a fülébe szivárognak olyan dolgok, amelyek ott körülveszik őket, és egy kortárs műbe lehet, hogy beleszivárog valamilyen populáris utalás például. Tehát amiket én nem tudok, akkor azokat összegyűjtögetem, és megkérdezem néha szerzőtől,
máskor viszont ott élő barátaimtól, ismerőseimtől. Egyébként tényleg, amikor már az ember olyan egészen idiótának érzi magát, hogy van itt egy szó, annyit használja a szerzője, egyik szótárba sincs benne, tehát sem a régi papíralapúba, sem egyik online szótárban sem, meg még a slang szótárban sem, és akkor megkérdezem az orosz barátnőmet, és azt mondja, hogy nyugodj meg, nincs ilyen szó. Tehát a szerzőt találta ki. És ez nekünk nehéz, ugye elhinni, hogy nem bennem van a hiba, hanem ez egy újítás, tényleg nincs ilyen szó. És akkor meg ugye eljön a kreativitásunk, hogy akkor mi is valami olyan magyar szót találunk ki helyett, ami eddig nem volt. Ez érdekes. És úgy kezdetek egy poénnal, mondjuk. Vagy egy szójátékkal. Hogyan fordítjátok le? Szöveghűen? Vagy kitaláltok egy újabb poént? Vagy kitaláltok egy rímet hozzá? Mit kezdetek az ilyennel? Gyuri, nagy tapasztalatod. Igen, de szerintem én nagyon örömmel hallgatom az egyik szavait, hogy nagyon lelkiismeretesnek kell lenni, és bármi, ami gyanús, azt nem szabad úgy hagyni, mert nagyon sok csapda van a fordításban. A poénok is ilyen csapdák egyébként, és nagyon a szerző eredeti hangjától nagyon el lehet menni az idétlen poénokkal, vagy a rossz fordításra, úgyhogy nagyon észnél kell lenni itt a poénoknál, és abba is, hogy nyilván tudjuk azt, hogy magyar közegnek szól a mi fordításunk, de, és érthető legyen az a vicc, ne legyen angolos vicc, vagy oroszos vicc, de mégse legyen túl magyar, mert akkor meg elveszíti az eredeti ízét. Tehát ez egy nehéz nagyon szerintem a poénok fordítás, ez pont egy olyan dolog, ami szerintem nagyon kilóg az amatőr fordításnak nála lólát, hogyha elmennek ilyen közönséges poénkodásba, úgyhogy nagyon óvatosnak kell lenni. Mi a véleményetek erről az abhegyező dologról, az újrafordításról? Egyetértesz vele, hogy újrafordítják az abhegyezőt, mert megváltozott a nyelv, nem volt pontos ugye a cím, mert hogy szól, mondjad? The Catcher in the Rye. The Catcher in the Rye. In the Rye. Igen, és akkor szó szerinti fordítás az most az új verzió. Így van, tehát hogy Rosban a fogó. Rosban a fogó, igen. Ez a címe, igen. Hát, engem nagyon elgondolkodtatott, meg mellbevágott, ez nekem nagyon nem tetszik ez az új cím, de ugye a fordító Barna Imre egy rendkívül nagy tudása meg tapasztalt fordító, de biztos megvannak az indokai, de nekem nagyon vegyes érzéseim voltak, tehát nekem ez nem tetszett ez a fordítás dolog, de bevallom, hogy még nem olvastam el, úgyhogy nincs jogom nagyon megbírálni. És mi a véleményetek az újrafordításokról? Például Hamletet én legalább háromféle változatban láttam a színházban. Parti Nagy Lajos egész másképp fordít, mint Arany János mondjuk. De azt mondják, hogy mindent le kell porolni, hogy 50 évente. Pont a Hamlet kapcsán olvastam egy cikket, hogy nagyobb hatást kell elérni, mert régen, mikor megijesztette Hamletet egy manó, az manapság, mi nem tartjuk ijesztőnek. Manapság ezt szinte zombinak fordítanánk. Tehát meg kell újítani, mert a nyelvünk is megújul, mert le kell porolni, nagyobb hatást kell elérni. Le kell fordítani időközönként a klasszikusokat? Szerintem igen, de nem akarja esetleg sokkal kezdeni a választ. Szívesen. Az előbb arról beszéltem, hogy egy-egy szöveghez mennyiféle kommentár tartozik. Az azt jelenti, hogy különböző fajta értelmezései vannak annak a szövegnek. Hát én azt gondolom, hogy ugyanez ez a fajta értelmezési történet zajlik, akkor is, amikor újra fordítanak a szöveget. A létjogosultsága miért ne lenne meg? Az legfeljebb annak sikerültebbek vannak. Jó sikerültek, vagy kevésbé sikerültek. Pont Csongor, nálad olvastam egy cikkben, hogy egy szent szövegnél lefordított valaki valamit, aztán 200 év múlva totál az ellenkezőjét fordított, és ugyanaz volt a szöveg. És akkor mi van ilyenkor? Tehát ugyanazok a szavak, és teljesen más értelmezés nyert. A magyar szöveg az is jelentett egészen mást. Azt, hogy ugyanazok a szanszkrit szavak, hát az egy külön fejezet. Itt az előbb a
a tréfáknak a fordításáról volt szó. A szanszkrit nyelvű költészetben az, hogy van egy szövegnek egy elsődleges értelme, és van mögötte egy másodlagos értelem, és esetleg még egy további értelem. A szövegkörnyezet. Az teljesen természetes. Hát attól szép a vers, hogyha ha az elsődleges értelme mögött mindenki összekacsint a szerző és az olvasó, aha, és akkor mi még erre is gondolunk közben. És ezt magyarul visszaadni, ezt lehetetlen. Csongor, jól értem, hogy kell ehhez egy... Edith, szeretnél valamit mondani, vagy tovább mehetek ebben? Szeretnék már válaszolni a kérdésedre, csak gondoltam, hogy Csongornál érdekesebb, hogy egy nagyon régi nyelvnek a fordításai 100 évenként milyen Igen. tapasztalatot hordoznak. Akkor válaszoljál, és utána majd megkérdezem a Csongort. Igen. Gondoltak arra, hogy milyen jó dolgunk van a külföldi irodalommal? Mert a külföldi irodalom az nem szentején. A külföld kanonizált művei számunkra akkor is külföldi művek, és igenis újra fordíthatjuk egy mai magyar nyelvre, de a saját régi szövegeink újrafordítása mai magyar nyelvre sokkal problematikusabb. És bátrabban, magyarról, régebbi magyarról, mai magyarra. De egy külföldi forrásnyelvű szöveget azért a saját nyelvünkre igenis újrafordíthatunk. Ugye a legevidensebb igényt a színház támasztja. Tehát a színházban nem lehet azt csinálni, hogy lábjegyzetelünk, még nem beszéltünk erről. Ugye a fordítók, itt most nem igazán Csongorra gondolok, a szanszkritot lábjegyzetelni az egy másfajta dimenzió, mint orosz meg angol. Tehát egy színházban nem lehet lábjegyzetelni, ott nagyon egyértelműnek kell lenni, ott a mondatnak teljesen világosan kell szólni, át kell jönni teljesen az értelemnek, és akkor azt egy mai nyelven lehet, igen, ott, és bátrak is természetesen a színházi adaptációk. De én világirodalmárként is érzem, hogy milyen jó dolgunk van ezzel a sok csodálatos külföldi művel. Nagyon jó a fordítási irodalmunk egyébként, ez mindig is az volt. A szocializmus alatt is igen jó fordítások születtek, és azóta is. Úgyhogy szerintem szükséges is, és jó is újrafordítani. És tehát lubickolunk ebben a lehetőségben, hogy megtalálni a mai hangon egy régebbi művet. Persze érdekes kérdés, hogy akkor mit kezdjünk azzal, ahogyan már megismerték itt nálunk. Visszatérve a Csongorra. Csongor, hadd kérdezzem meg, tovább kérdezve, vagy tovább gondolva, amit válaszoltál, hogy ahhoz, hogy te szanszkrit szövegeket fordítasz, és elképzelhető, hogy egyszer így gondolod, aztán meg úgy gondolod, vagy attól függ, mennyire mélyen meditálsz erre rá, mennyire mélyen nézel utána. Szükséges-e a szent szövegek fordításához egy állapot, egy meditatív állapot? Tehát ráhangolódsz te erre valahogy, hogy nekiállsz szent szöveget fordítani? Szent szöveget nem is lehet másképp fordítani. Indiában, ha valami nehézség van, akkor vagy mantrát zengenek, vagy púdzsát mutatnak, vagy imádják az adott dolgot. Egy jeles vajisnáva szerzetes, aki szintén régebbi szövegeknek a fordításával, értelmezésében foglalkozott, mondta, hogy ha egy versnek az értelme nem világos előtte, nem a szavak, nem az elsődleges jelentés, hanem az, ami mögötte van, akkor imádatot mutat be. Ezt én még nem tettem meg. De az, hogy össze kell hangolódni a szöveggel, és sokszor a szerzővel is. Az is nagyon fontos a korábbi kérdés kapcsán, hogy ki a szerző, és az egy összehangolódás után lehet jól fordítani, azt gondolom. Gyuri, tudnál-e példát mondani arra, hogy jelentésbeli problémák, tehát szemantikai érdekességeket. Félrefordítás, ugye? Félrefordítás. Igen,
mivel szerkesztőként is dolgoztam, nagyon sok ilyennel találkoztam, tehát most nem a saját szövegeimből fog mondani példát, de tényleg rengetegszer van ez, és pont itt adódik, vagy visszacsatolok ahhoz az előző gondolathoz, hogy hát a fordítónak a lelkiismeretessége az mennyire fontos, mert egy szónak nagyon sok jelentése van, erről számtalan esetben esett szó, és a szótárak, hál' Istennek, fel is adják ezt a jelentést, és általában példákkal, de egy gyors fordító, vagy felületes fordító az nagyon nagy szabásságokat tud elkövetni, hogyha nem a szövegkörnyezetnek megfelelő jelentést választja. Például a gépi fordítás is így van, ugye? Így van, így van. Mondasz példát? Hát a legjobb példa egyébként, mivel nekem így a testépítés, testkultúra az egy hobbim, de sajnos, mint tudjuk, ezt nem feltétlenül a intellektuális, a legmagasabb réteg űzi ezt a sportot, és ugyanakkor elég gazdag a szakirodalma, és hát rettenetes dolgok jelennek meg. Tehát ha valaki egy állatorvosi lovat keres, akkor csak üssön fel egy testépítő magazint vagy újságot, és tele lesz a legnagyobb marhaságokkal, mert hogy ezek viszonylag egyszerű emberek, akik ezeket fordítják, és hát például csak hogy mondjak egy példát, a páros testrészek, és a testrészek sokat szerepelnek, tehát ott mindig vállak, karok, lábak vannak benne általában, és hát a másik az, hogy azok a szavak, amik a magyarban meg az angolban hasonlítanak, nem biztos, hogy ugyanazt jelentik, alapilag hasonlók, például a solid szó az egy jó példa, ami az angolban azt jelenti, hogy szilárd, tömör, erős, és hát ezen, az első találkozásunkkor ezt meséltem, ez egy jót nevettetek, hogy ez volt a kérdés, hogy akar-e valaki szolid vállakat építeni, vagy ki a fene akar a szolid vállakat, pláne több eszembe, de hát rengeteg ilyen, vagy pont egy ilyen filmográfiában volt egy példa, amiről beszélgettünk, hogy az a szó már szinte ilyen, az angol, hogy vagy household word, tehát hogy ilyen háztartásbeli szó lett, hogy Hulk, mert ez egy népszerű sorozat, képregény, stb., de a Hulk az eredetileg azt jelenti, hogy behemót, vagy nagy darab ember, és a film címe Incredible Hulk, ami azt jelenti, hogy körülbelül a hihetetlen, óriás, hihetetlen behemót, de az illető ezt nem ismerte, ezt a hátteret, és próbálta nyomozni, hogy mi lehet ez, egy filmcím volt, és hát a Hulknak a 20. jelentése hajótest, és akkor így lett a hihetetlen óriásból a fantasztikus hajóroncs. Úgyhogy ez rengeteg. Teljesen van. Igen, tehát nagyon félre lehet menni, és nagyon nagy butaságot lehet csinálni, úgyhogy tényleg nem szabad megnyugodni, hogyha valami bizonytalan, inkább a végére kell hagyni. Eléggé kiszolgáltatott a műfordító, hát még a tolmács, aki élőben tolmácsol, úgyhogy azt hiszem, hogy az... Melyik könnyebb? Nem, az nem lennék nagy nyilvánosság előtt. De kis körben szívesen. Pedig hallottunk téged tolmácsolni Ulickáján. Hát azért hoztam oda tolmácsokat. Nehezebb tolmácsolni, mint műfordítani. Nehezebb. A pillanat műfaja a tolmácsolás. Igen. De nem tudsz utána nézni. Igen. És hogyha bizalmi körben vagy, akkor persze kiskörben, csoportjaimnak, egyetemen rengeteget tolmácsoltam, vendégírókat, stb. De ez az ilyen pszichológiai különbség, hogy akkor visszakérdezek, mondjon valami szinonimát, ha valamit nem értek. De egy ilyen formális, reprezentatív alkalommal, hát ez szerintem ilyen viszonyú nagy feszültséget jelent, hogy akkor minden pontosan, főleg, hogyha a közönség soraiban sok olyan ül, aki ismeri azt a nyelvet, és akkor ők igen elégedettenek tudnak lenni. Nem csináltam még, hanem együtt érzek ilyenkor a tolmácsokkal. Visszatérve a műfordításra, tanítható a műfordítás? Edith. Hát azért bizonyos szinten igen, tehát lehet beszélgetni róla, létezik az elég kellemes disziplina, hogy műfordítás kritika, vagy műfordítás hermeneutika, amikor például összehasonlítunk műfordításokat, tehát ilyen összehasonlító műfordítás elemzés, amikor egy műnek van sok változata egy időben, vagy pedig különböző korokból. És ezekről jókat lehet beszélgetni, vannak műfordítói konferenciák, tehát ez egy ilyen végeérhetetlen disziplína vagy téma, hogy hogyan fordítani, vannak iskolák, divatok, hűségesebbnek maradni az eredetihez, vagy elrugaszkodni, ez a szubjektívebb fordítás, tehát nagyon sokat lehet erről beszélni, inkább azt mondanám. És ezek ilyen jó ízű beszélgetések, amikor szöszölünk a szövegen, hogy na vajon akkor
Mert hát a műfordítás az egyébként a önkorlátozásnak a, és így gondoljátok, leginkább az önkorlátozásnak a, tudom milyen gyakorlata, hogy hát van több jó verzió, főleg a versfordításokban, erről még nem beszéltünk, mert én hát tulajdonképpen ön egy szerzős fordító vagyok, hogyha a prózát nézzük, de azért kortárs orosz költőket is fordítok. A versfordítás az egy egészen más dolog megint. Igen. És tehát van néhány kortárs költő, akiket időnként fordítok megrendelésre, de ez olyan lájtosabb megrendelés, hogy azt mondják, hogy mondjuk készül egy antológia, akkor kiket fordítanál, van ABC verzió, és akkor inkább, tehát akire rá tudok hangolódni, azt fordítom. Van egy Arina Vituhnovskaya nevű fiatal költőnő, akit fordítottam, a Tiszatájban jelent meg, akkor most Elkazovszki, a nemrég elhunyt magyar-orosz festőművész verseiből oroszról magyarra fordítgatok, és akkor ezt teamben is szoktam csinálni, az egyetemi fordítói kis műhelyembe be szoktam vinni a verseket, és azt hiszem, hogy lehet verset egyrészt többen fordítani, illetve kicsit tanítani, vagy átadni bizonyos praktikákat, mert a versfordítás az kicsit ilyen kirakós játék, amikor megvan a ritmus, megvan, hogy hol van a hangsúly, a szótagszám, a rímképlet, és aztán még azért nagyjából azt is jelentse, tehát ez a ilyen nagyon elkoptatott hasonlat a nyugatosok korából, vagy metafora, ez a gúzsba kötve táncolni, ez egy ilyen nagyon jó példa, tehát úgy újra mindig úgy eszünkbe jut ez, hogy gúzsba kötve táncolni, tehát megvan a forma, és akkor megpróbáljuk megtalálni, és többen is próbálkozhatunk, hogy tudjuk, hogy mi lesz a rím, és akkor hogy hogyan tudjuk megalkotni a sor elejét is, vagy akkor mégsem az legyen. Tehát ezt lehet együtt is csinálni, és be lehet mutatni, például be szoktam mutatni a hallgatóimnak a fázisokat, ahogyan fordítottam. Nyers fordítás, első kísérlet, ez lett belőle, de ettől váltam meg. Tehát valamitől mindig megválunk. Valami jó lenne oda a sor végére, de akkor ez nem illeszkedik mással, és akkor így valahol áldozatot hozunk, tehát ezért gondolom, és főleg a versfordításról, hogy az ilyen áldozat, az áldozat gyakorlat, hogy mi mindent áldozzunk, de hogy megmaradjon egy konstelláció. Igen, és még hasonlítson is az eredetileg. Gyuri, hadd kérdezzem meg tőle, talán inkább neked szól ez a kérdés, hogy mi van abban az esetben, ha olyan szerzőt olvasol, hogy te jobb szöveget tudnál, jobb mondatot tudnál, javíthatsz-e a szerző stílusán? Hát ez egy elég arrogáns dolog kijavítani, de aztán végül is... Előfordulhat? Szerintem igen, pláne akkor, ha tényleg a legtöbb szerzőről van szó, szerintem nyugodtan, csak akkor, hogyha tényleg ez jobb lesz ettől az egész. Tehát mindenképpen a jó végeredmény érdekében én szerintem indokolt lehet. Tehát megvan ez a szabadságon? Hát ez szerintem mindenki veszi magának a bátorságot, de azért jó szerénynek maradni mindenképpen, tehát nem kell arrogánsnak lenni a szerzővel, de van, amikor már tényleg sikítani tudna az ember, vagy meg pontatlanságot. Tehát biztos ti is találkoztatok történelmi, talán a Csongor kevésbé, de hogy pontatlanságokkal, tehát egyszerűen tárgyi tévedésekkel, ezt szerintem a fordítónak kötelessége kijavítani. Igen, ugye van a külső kontextus, a referencialitás, hogy valamit rosszul tud, de van, hogy belső tévedése van. De ez igazából már nem annyira műfordító, hanem a szerkesztő dolga, hogy rájöjjön arra, hogy az előző fejezetben még nem így nevezte ezt a hőst. Vagy már meghalt, és most újra felbukkan egy... Ezért szokták mondani a műfordítókról a szerzők, hogy a műfordító a legkritikusabb olvasó, aki észreveszi azokat az apró hibákat, amiket ő nem, mert az ő országában a szerkesztője, kiadója sem. De hát a műfordító az nem tud eltekinteni semmitől, tehát mindent meg kell értenie, és néha arra jön rá, hogy a szerző tévedett,
És hát hatalmasokat lehetne sztorizni erről, hogy vannak ilyen műfordító konferenciák, Magyarországon is nagy divatja van ennek, meg a Balatonfüredi műfordítótábor, ahol én még soha nem voltam, de nagyon jó lehet, mert ott ugyanazt fordítja mindenki a maga nyelvére, és akkor tudnak a külföldiek konzultálni, hogy ki mit érted meg, meg ki mit gondol, hogy azok a lefordíthatatlan helyek azok vajon mit jelentenek, úgyhogy ez nem is kell a szerző, mert a műfordítók megvitatják maguk között. És tehát ilyen legendás példák vannak, most volt ilyen nádas műfordító kolokvium, ahol a nagyon lelkes kínai kolléga mindent megkérdezett, amit mások nem európai nyelvekből fordítók, és Nádasnak el kellett gondolkodnia azon, amire különben soha nem gondolt, hogy anyai vagy apai nagyapáról van szó, mert a kínaiban ez már szó. Tehát, hogy egy új dimenziójára mutat rá a fordítás az eredeti műnek. Ez a mániám tényleg világirodalmárként, hogy új életet kapnak a művek a célnyelven, kulturálisan, és beilleszkedik egy új kontextusba. Amikor Saramagóról vagy Ulickájáról beszélek, vagy írok, mert lektori jelentéseket is ír, vagy Saramagó hősei gyakran lektori jelentéseket írnak, és szerintem egy műfordító pedig, ha szereti, akit fordít, amit fordít, akkor azért a kritik jó, hogyha ír valami beharangozót, vagy kritikát, mert tényleg jól ismeri a művet, és akkor ilyenkor egy kicsit meg, tehát akkor ilyenkor megnyilvánul így az irodalmár, meg a kritikusi énem is. Olyan sokat olvastok. Gyuri, neked az egyetemi könyvtárban 94 fordításod jelent meg. Edith, te is nagyon sokat foglalkozol szöveggel, fordítással. Nem gondol, Csongor, te is nagyon sokat, tehát amit fordítasz szanszkritből, Kajdókürtbe folyamatosan. Nem gondoltatok arra, hogy saját művet írtok? Benne vagytok ebbe a fogalmazásba, ismeritek a legény szerkezetét, a felépítését, mindent tudtok. Nem akartok? Honnan tudod, hogy nem írunk álnéven? Nem tudom. Írsz? Nem mondod. Gyuri? Nekem időm se lenne rá, de nem, még nem jutottam el oda, tehát nem tartok ott. Tehát én mindig azt mondom, hogy olvasni kell először, és utána írni. Én még az olvasásnál tartok egyelőre. Csongor? Csatlakozom az előttem szólóhoz. Jellemzően szakrális szövegekkel foglalkozom, ezt megérteni szeretném. Nyilván az ember megpróbálja bemutatni valamit, akkor ír róla valami kis, nem tudom, összefoglaló tanulmányt, ezt aztán azt, tehát ilyen módon írok. A szakrális szöveget még nem én írom. Hadd szóljak ez még egy nagyon röviden hozzám, mert hogy könyvkiadóban dolgoztam, és nagyon sok embernek vannak írói ambíciói, megalapozottság nélkül hozzáteszem, és ilyenkor van egy nagyon jó technikám, hogy hogyan riasszam el őket. Mindig azt szoktam mondani, hogy rendben, akkor írj meg egy fejezetet, aztán hozd be, és akkor megbeszéljük. És hál' Istennek ez nem szoktak eljutni odáig. Tehát ez így nagyon sokan eljátszanak a gondolat, hogy írnom, hát én is tudok írni. Írni kéne, de szerencsére kevesen jutnak el oda, de volt már olyan, hogy a kiadóba beállított valaki 600 oldallal, és így letett az asztalra. A címe az Életem. Egy volt munkásőr, parancsnok volt egyébként, borzasztó volt. Tehát 5 oldalt is kellett volna megírni, nem 600-at, de hát az a baj, hogy nem szólt neki senki menet közben. És te szóltál? Már. Hát ez nagyon nehéz egyébként, ez a visszautasítás. Rengeteg kézirat állt a könyvkiadóban, és volt már olyan is, ez egy vicces történet volt, hogy valaki eleve kicsit paranoid volt, és kitalálta azt, hogy szerinte mi megjelentettük titokba az ő kéziratát, biztos azért nem küldtük vissza. Körülbelül borzasztó volt. Egy skifi volt, ami 3000-ben játszódott, a szereplőket Bélának, meg Zolinak hívták, és aztán ahelyett, hogy megkérdeztem, hogy megjelentettük, rögtön feljelentette a kiadót a rendőrségre, úgyhogy megjelent a rendőrség, és kérdezte, hogy hát látták egyébként, hogy azért gondok vannak a szerzővel, és megjelent a rendőrség, és kérdezték, hogy megjelent-e ilyen című könyv, és hát mondtuk, hogy nem, sem mester, akkor megnézték a megjelent könyvek listáját, és aztán utána így lezárult az ügy viszonylag békésen, bár még egy pár levélváltás volt, mert
azt lehetett az illető, hogy azért szerint elloptuk, és 100 milliókat keresett a kiadó rajta. Tőlem a gyerekeim magyar tanárai szokták, pontosan a gyerekeimtől a magyar tanáraik szokták kérdezni, hogy nem igaz, hogy anyukád nem ír valami regény, de érdekes, hogy úgy mindegyiküknek eszükbe jut, és akkor már ugye elkezdtem gondolkodni, hogy tényleg nem írok-e én valamilyen regényt. De abban azért igazad van, hogy kedvet kaptam a nem tudományos írásmódhoz, tehát nem értekezés, nem kritika, nem monográfia, hanem esszé, tárca, publicisztika, tehát valahogy azért arasztolok a szép irodalomba befelé. Például az Ördökatlan napjairól írok tudósításokat, úgyhogy ha érdekli önöket, az Arthét nevű online portálon, tehát Arthét jelennek meg napról napra, amiket írok, és hát eddig az első három jelent meg. Megnézzük. Mennyire ismeritek a kortárs irodalmat? Figyelitek-e te az orosz tedit, te az angolt? Hozzád nem szól a kérdésem. És küldetéseteknek érzitek-e, hogy átültessétek a legjobbat, vagy felfigyeltek-e valamire a kortárs irodalomban? Gyuri? Nem annyira figyelem, amennyire szeretném, de azért néha igen, meg felfedezek én szerzőket magamnak, és akkor nagy önigazolás, amikor megjelennek és befutnak, úgyhogy azért persze figyelem, de hát a munka mellett nincs annyi időm, én is nagyon sokat tanítok, meg fordítok, meg mindent csinálok. És tehát nem szemezgetsz mostanában? Hát nem. Amikor a kiadóban dolgoztam, akkor jobban, mert akkor jártam könyvfesztiválokra, könyvkiállításokra, és akkor rajta tartottam az ujjamat a szakma ütőerén, de most már levettem a kezemet róla. Igen, ez egy kicsit szakmai kötelességem is, mert hát én egy nem igazi műfordító vagyok, ez csak egy álruha, de hát a kortárs orosz irodalom kutatójaként persze figyelnem kell, hogy mi történik ott, és hála Istennek az oroszok olyan rendesek, hogy mindent felpakolnak az internetre, minden folyóiratot van visszamenőleg is, nem tudom, 30 évre. És hála Istennek, de tényleg azért kell a külső kényszer, eddig beszéltünk arról, hogy határidő, micsoda motiváló tényező. Egy külső kényszer az, hogy van egy rovatom már sok éve a Műút folyóiratban, az a címe, hogy Kikötői hírek, és akkor minden hónapban más nyelvterületről érkeznek oda ilyen áttekintések, hogy mi történt az elmúlt két hónapban az adott nyelvterületen, és akkor rám olyan durván két havonta kerül sor, most már online található ez meg, és akkor olyankor mindig, amikor rám kerül a sor, akkor gyorsan megnézem, hogy mi történt ott az elmúlt időszakban, és akkor így beleolvasok abban, amit a neten megtalálható folyóiratok, meg egyéb forrásaim segítségével itt kiderítek, és igen, van egy külön fájl a számítógépen, mert hogy esetleg lefordítható, lefordítandó művek. Időnként pakolok oda dolgot, hogy majd egyszer, ha időm lesz, akkor úgy átgondolom, hogy azokat lefordítsam, de szerintem komolyabban akkor fogom én kogarászni ezt a dokumentumomat, hogyha lesz egy konkrét felkérés. Ez szokott lenni, hogy valami antológia, külön szám, nincs-e valami, amit tudnál hozni, és akkor élesedik úgy ki, hogy mi is az, amit komolyan gondoltam ezek közül, és akkor újra átbogarászom őket. De inkább az intuícióban hiszek, mert hogy nem ez a fő dolgom, hogyha esetleg megint találkoznék egy ilyen ez a kérdése, jelentőségű szerzővel, aki így hat rám, mint 15 éve hatott rám az Ulickaja szöveg, akkor hát valószínűleg az megtalálná magának a csatornát. Tehát akkor úgy jobban belevetném magam, átadnám magam ennek az áramlatnak, hogy keresnék kiadót. Tehát jelenleg nincsen most ilyen felfedezette? Nem, ez most nem az a periódus. Igen. Hadd kérdezzem meg, Gyuri, neked van? Nekem a saját felfedeztem a Woody Allen, aki természetesen mindenki ismer, mint filmrendező, de mint író talán hát kevésbé. És először magyarul fedeztem fel, de aztán megszereztem tőle több dolgot, és az íróasztalfiókban van is egy pár fordítás tőle,
sőt, volt már szerződésem is, amelyen Woody Allen aláírása rajta volt a kezembe, úgyhogy nagyon örültem, de aztán pont a kiadó akkor megszűnt, akinek akkor dolgoztam, úgyhogy ez maradt, de ezt még nem adtam föl. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Szerintem jobban ír, mint rendez, pedig nagyon jó rendez. Igen, várjuk, Gyuri. Hadd kérdezzem meg így majdnem végezetül, hogy melyik az a fordításotok, amire a legbüszkébbek vagytok? Edith. Én tippelek. Akkor mondd te. Én a Médeát tippelem. A Médea az szerelem. Tehát Ulickájától a Médea és gyermekei. Maradjunk ennél, igen. Gyuri? Hát nehéz, mert nagyon-nagyon sok volt, tehát így mondtad, hogy 90 valamennyi, és valójában ez a szám, ez ilyen 400 körüli, ami van. De ami a szívemhez legközelebb áll, lehet, hogy nem az a legjobban sikerült, az újrafordítás volt, mégpedig a Sir Arthur Conan Doyle-nak az összes Sherlock Holmes történet, összes regénye, minden, és meg is jelent talán egy kivétellel az összes, amit fordítottam, és őt nagyon szeretem. Megkérdezhetem tőle, Csongor, van rá válaszod? Persze. Mondjad. Sokból nehéz válaszolni azok, amik közel állnak a színhez, de ha most így nekem szegezett a kérdést, akkor nem tudom, mennyire ismerős, amit mondok, egy dél-indiai király, a Kulasi Kar nevű királynak a Mukunda Malástot, ami egy vers füzér, az ami... Mikori? Igen, most akartam tudni, hogy hány ezer ilyen. De ennek nincs jelentősége. Tehát az közel áll hozzád, jól fordított, szívesen fordított. Ez az egyik szívem csücske, igen. De a szívemnek sok csücske van. Egyet kellett mondjak, akkor most ez jut lesz. Szerintem lassan a beszélgetésünk vége felé. Közeledünk. Közönségnek van-e kérdése a jelenlévő műfordítókhoz? És van-e olyan kérdés, ami bennetek maradt, vagy olyan válasz, ami bennetek maradt, vagy megkérdeznétek egymástól, Edith, Gyuri, Csongor, amire nem kérdeztem rá, de elmondanátok. Tessék, gyere ide. Ez tulajdonképpen egy ilyen praktikus kérdés, hogyha én nekem mondjuk van egy kedvenc íróm, vagy írónőm, és valamit lefordítok tőle, és akkor egyrészt, hogyha én kell nekem jogdíjat fizetni, vagy azt a kiadó fizeti, vagy hogyha én ezt úgy gondolom, hogy felrakom az internetre, hogy más is gyönyörködhessen benne, ezt lehet ilyet, vagy ezért is kell van? Hát, hogy tegyük fel, hogy én ezt lefordítottam, és akkor utána ezeken a lehetőségeken gondolkodom. Tehát a legjobb ilyenkor felkeresni egy kiadót, de olyan kiadót, akinek a profiljába beletartozik, tehát nem véletlen, hogy az Edith a Magvetőhöz fordult. Ő volt az első egyébként, aki megkerestél a szöveget, a Magvető? Két ismerősömnek küldtem el, ők elküldték a Magvetőnek is, meg az Európának is, és mind a kettő szerette volna. Ez szuper. Tehát ez nagyon szerencsés helyzet. Tehát mindenképpen azt javaslom, hogy egy olyan kiadónak elküldeni, akinek a profiába illeszkedik ez, mert nagyon nagy csalódások érhetnek, akkor is, ha nagyon jó minőségű a szöveg, mert a kiadók, főleg a profit-orientált kiadók nagyon kritikusak a szerzőkkel, fordítókkal, mindenkivel. Tehát nagyon szerencsés, hogyha tényleg van egy jó találkozás a kiadó meg fordító között. Maga a fordításnak a szellemi joga az a fordítót illeti, viszont a megjelentetés meg a lefordításnak a joga egyébként, főleg a megjelenés joga az az eredeti szövegnek a szerzőjét, illetve a kiadóját illeti. Tehát ezt nem lehet szerintem csak úgy közé tenni az interneten. Tehát a fordító honoráriumot kap, de semmilyen jog nincs nála, vagy van nála jog? Tulajdonképpen a jog az onnantól kezdve az övé, hogy lefordította, tehát ez nem egy ilyen elidegenítetetlen jog, amíg él plusz még 70 évig, de bizonyos időre a kiadó megveszi tőle a jogokat. De hogy lefordíthassunk valakit, a kiadó kapcsolatba lép az író ügynökével, és akkor ők tárgyalnak, állapodnak meg a szerzői jogdíjban, hogy mennyit kér azért, hogy itt kiadhassuk Magyarországon őt, tehát
ez azt hiszem, hogy kihagyhatatlan lépés. Ez így van. Persze a legtöbb szerzőnek van egy ügynöke, egy ügynöksége általában, és akkor ezzel az ügynökséggel veszi fel majd a kiadó, vagy a kiadó ügynöke, a jogképviselője. Úgyhogy ez egy viszonylag bonyolult folyamat, a legegyszerűbb tényleg magához egy profi kiadóhoz fordulni, mindenképpen, ha csak nem tényleg közkínálatra fordít az ember, de szerintem ezzel is óvatosan kell menni, mondom. És hogyha az illető szerző már nem él, akkor is? Halála után 70 évig még a szerzői jogok őt, illetve a jogutódokat illetik. Ezért kell 1200 éves szerződést. Nincs probléma. És egyébként így visszacsatolnék egy előző kérdéshez, hogy sokszor az újrafordítás egyébként azért jön létre, sajnos, hogy vannak ilyen sokkal prózai okok, mint a szöveg korszerűsége, stb. Egyszerű üzleti okoknál fogva, hogy úgymond még egy bört le akarnak húzni, vagy nem tudnak megegyezni az eredeti fordítóval, túl magas jogdíjat kér az újra megjelentetésért, tehát sajnos néha ilyen prózaiak is vannak, de az nem azt jelenti, hogy nem lesz jobb akár az újrafordítás, mint az eredeti, csak néha ez a motivációval. Van még kérdés? Nekem nem egy kérdésem. Azt kérdezném, hogy a fordítók hogyan válogatnak? Tehát hogyan találta önnek például Ulitzkáját? Sikerlistákat néz, külföldi irodalmi újságokat figyel, vagy milyen módon szelektál a több százezer könyvből, ami megjelenik bármilyen piacon? Nagyon fontos kérdés. A tipikus válasz szerintem Gyuri tudja megadni. Profitorientált, az a kiadók, azok a sikerlistákat nézik, tehát teljesen ez így van. Illetve vannak Magyarországon is irodalmi ügynökség, és azok ajánlanak már eleve sikerszerzőket, sikerszagú szerzőket, akár a kiadóknak is. Így lehet az, hogy esetleg belenyúlt tényleg valami nagyon üzleti nagy sikerbe, Harry Potterbe, ilyesmibe, akár egy kis kiadó is, mert pontosan ez történt a Harry Potter, az Animus kiadó egy kicsi kiadó volt, és most már az egyik leggazdagabb kiadó Magyarországon. Úgyhogy a sikerlista az nagyon is élő dolog. Az internet sokat segít, az Amazon sikerlistai, az különböző online webáruházaknak a sikerlistai is segítenek, de mondom, ez nem a magas irodalomra jellemző, azt mondanám, hanem inkább az eladható és kereskedelmi sodrásban benne levő dolgokban, a fő sodorra, mainstreamre. Én meg egyszerűen csak szimatot fogtam. Valahol egy két soros tudósítás volt róla, hogy utána mentem, hogy ki is ez. Elhozattam hallgatóimmal Oroszországból a könyvet, akkor még nem volt internet. Megtetszett, elkezdtem fordítani. Tehát azért most már más világ van. Tehát egy irodalmárnak lehet ilyen szerencséje, hogy valamire nagyon ráérez. De azért ez nem a tipikus út, lehet próbálkozni. És akkor szoktak készíteni egy kis próbafordítást, ugye a kiadók ezt kérik, meg a szerkesztőséggel küldjük el, ha valami megtetszik nekem magánembernek. Bizonyítsuk be, hogy ez egy jó szerző, tehát jó marketing szöveget merékeljünk mellé, és aztán majd ők eldöntik. De jól gondolom, Edith, hogy téged az eladott példányszám nem befolyásol, mármint úgy értem, nem, hogy nem befolyásol, a honoráriumodat nem befolyásolja. Hát sajnos nem, velem nem olyan szerződést kötöttek, ilyen kis... Nem olyan szokás? Jól gondolom, Gyuri? Nem tudom, ilyen szokás. Nem, sajnos azt kell mondjam, hogy a kiadók egy kicsit tisztességtelenül bánnak a fordítókat, most nem sírni akarok, tényleg nem. Csak arról van szó, hogy az újranyomások után, a példányszámok után járna még tovább a honorárium a fordítóknak, és erről elegánsan meg szoktak feledkezni természetesen. Úgyhogy... Tulajdonképpen nekem semmilyen anyagi hasznom nem volt abból, hogy felfedezted Ulitzkáját? Nem ezt a mondatokon is, hanem hogy ilyen üzleti sikert okoztam a magvető kiadónak, tehát semmiféle anyagi, talán még erkölcsi előnyöm sem származott ebből. A szerződésben az volt benne, hogy